Ha most még csak röviden és közérthetően kell megfogalmazni, hogy mivel is lett ön világhírű, egy ilyen vertikális, azaz függőleges irányba terjeszkedő okos üvegházakat épít, vagy építenek természetes fény és talaj nélkül, és az így termesztett növények gyökereit speciális tápoldatba helyezve termesztik pontosan én sem mondhattam volna ebben. Ha beválnak, mert helyesek az ön megoldása és koncepciója, lehet, hogy ez azt jelenti, hogy egy új növénytermesztési korszak küszöbén állunk? Abszolút. Én ebben hiszek, és szeretném azt, hogy az ételhez és italhoz való hozzáférés alapjoggá váljon, és az éhezés megszűnjön. Mi az, hogy alapjoggá váljon? Tehát, hogy senki ne éhezzen, senki ne szomjazzon? Így van. Tartott a technológia, tartott a gazdasági szint, van annyi pénz a világban, hogy már nem kell senkinek éheznie. Az önök üvegházában termelt gyümölcsöt megkóstolja valaki. Azt mondja, hogy kell még ezen dolgozni, vagy ahhoz képest, hogy hol és hogyan termelték, elmegy, mármint az íze, de csodálatos mesés, szóval mi a vélemény? Tudok egy konkrét példát mondani? Múlt héten Londonban voltam, nagyon kritikus hölgy jött ki, aki az elején nekem elmondta, hogy ő most azzal a célja, jött ide, hogy ő biztos belülről fehér, lyukas, rossz ízű fog találni itt januárban. Megkóstolta, és azt mondta, hogy wow! ő ilyet még nem evett. Mint olvastam, ugye Katárban és illetve az Egyesült Arab Emírségekben is, valamint a szaudi uralkodó családnak is sikerült eladnia ezt az innovatív mezőgazdasági megoldást. És tényleg mindenütt úgy bánnak önnel, legalábbis az egyik cikkben ez állt, mint a hímes tojással? Ez nekem is furcsa, ez egy nagyon szürreális érzés, tehát amikor leszállok Katarba, és nem kell átmennem a biztonsági kontrollon, hanem már a család, az uralkodó családnak a repterére szállok le, és onnan az autó vesz fel, és mikor odaérek a hotelbe, már a csomagom ott van a szobába, ehhez nem lehet hozzászokni így most már könnyen egymásra halmozva a kapcsolatokat, könnyen el lehet jutni például egy al Saud családhoz, egy al Maktum családhoz. Az al Saud ugye a Szaudarábia arábia uralkodó család, al Maktum az a Dubai uralkodó család az egyik, az al az pedig ugye a Katari És uralkodó. Ezek milyen nagyságrendű üzletek? Tehát Katarban, Egyesült Arab Emírségekben, Szaudarábiában szintén sikerült ezek szerint eladni a termékét? Ugye van két különböző dolog. Van, amikor besegítünk egy már létező farmnak a modernizálásába, amin viszont most dolgozunk, Katar, Egyesült Arab Emírségek és Szaudi Arábia határán egy maga megafarmot építsünk, ami mind a három országot egyszerre tudja ellátni. Itt a pár millió euróra kell gondolni. Elképzelhetőnek tartja, vagy akár ambicionálna, hogy egyszer talán nem is a távoli jövőben ön legyen a növénytermesztés Elon -ja? Szerintem van itt egy olyan űr, amit valakinek vagy valakiknek be kell tölteni, és én egyelőre készen állok, és még, még erőteljesen vállalnám ezt a feladatot.